Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket a sajtótájékoztatómon. Engedjék meg, hogy a sajtótájékoztató komolyságát emelve először is egy idézettel kezdjek Önöknek. Orbán Viktor miniszterelnök úr programjából idéznék az elején. Akár a fővárosban, akár vidéken lakik, akár a többséghez, akár a kisebbséghez tartozik valaki, akár szegény, akár gazdag, az államnak kötelessége, hogy megvédje életét, testi épségét, vagyonát és gondoskodjon biztonságáról. Nincs mentség és nincs kifogás, ha a kormány nem tudja garantálni a magyar polgárok védelméhez való jogát. A védelem jogának biztosítása nem pénz, hanem akarat és szándék kérdése. Mai sajtótájékoztatóm témája a településőrség programjának leállítása, és ezzel kapcsolatban azt hiszem megegyezhetem azt az egyszerű mondatot, hogy az az ember, aki ezt a programot írta, és aki ma az országot irányítja, hazudott. Az Orbán kormány ígéretet tett arra, hogy más elvek alapján és más módon fogja szervezni a rendőrség és a közbiztonság kérdését. Ez valóban így van, csak azt gondoljuk, hogy nem az ígéreteinek megfelelő módon történnek ezek a átszervezések. Láttuk, hogy mind a rendőrségen belül, mind pedig a kistelepülések tekintetében teljesen ellentétes intézkedések történtek az elmúlt időszakban. Hiszen amíg a miniszterelnök úrnak és a kormány vezetőinek nagyon kedves terrorállítási központra annak idején 10 milliárd forint közbeszerzés nélkül elkölthető pénzt költött az állam a felállítására. Azóta jól emlékszünk, hiszen én is tartottam bele a sajtótájékoztatót, fél éven belül majdnem 1,5 milliárd forint plusz forrást biztosított számukra, és az idei költségvetésben mintegy 13 milliárd forintnyi pénz szán erre a pár száz fős elit alakulat működésére. Addig ez a legutóbbi intézkedésével a gyakorlatilag 2-3 milliárd forint közötti összegből működtetett településő programot, amely több mint 2000-2500 településőr napi munkáját lehetetlenti el, tehát ezzel az intézkedéssel itt a kis települések életét gyakorlatilag megbénította. De ez a szervezési elv nem csak ebben a témában érhető tettem, hiszen ha megnézzük a rendőrség belső állományát és azt a feszültséget, amit az új intézkedések keltenek, itt is láthatjuk a szép új világ körvonalazódását. Amíg mondjuk a terrorállítási központ vagy az új belső állító szervezet munkatársainak akár 350-400%-os pótlék is járhat a kiváló munkájáért, addig a végrehajtó állomány, az a tiszthelyettesi kör, akik a Magyarországon valóban a közrendet és a közbiztonságot fenntartják, mind az SZIA módosítás miatt, és leginkább azért, mert a kormány becsapta őket a kafetéria rendszerrel, gyakorlatilag akár havi 5-10 forintos reálbércsökkenést is szenvedhetnek el, a mai napokban szembesülnek ezzel a kollégák mindenhol. Az előző kormány 2009-ben szembesülve azzal, és ezzel lehet vitatkozni, hogy időben vagy későn, de szembesülve azzal, hogy a vidéki kistelepüléseken mennyire elharapózott a közbiztonság problémája, közbiztonság hiányának problémája, egy 10 pontos cselekvési tervet dolgozott ki, ennek része volt a településő program beindítása, de emlékezünk vissza, ennek volt része az is, hogy a polgárőrség állami költségvetési támogatását akkor megduplázva 350 millió forintról 700 millió forintra emelte egy döntéssel a polgárőrség támogatását. Szeretném itt is leszögezni, hiszen a kormány, az új kormány már igyekszik ezt sajátjának bemutatni. Ezt a 700 millió forintos összeget idén a kormány már az előző szocialista kormány által meghozott döntést egyébként meg nem változtatva tartja fönt, és továbbra is támogatjuk és fontosnak tartjuk. Engedjék meg, hogy miután az országos médiában nem nagyon jött le ennek a települési program felszámolásának a következményei, viszont a megyei lapok ott helyben az emberek mindennapi életével foglalkozó cikkeibe, akiket, mármint a megyei lapokat, hogy mondjam, baloldali vagy az MSZP-hez kötődő részrehajlása nagyon nehezen lehetne vádolni. Engedjék meg, hogy néhány idézetet olvassa főnöknek ezeknek a lapoknak ebben hónapban megírt beszámolóiból. Baranya megyében, ahol voltak, ott jó szolgálatot tettek, de saját pénzügyi keret már nem jut a település őrökre, így a legtöbb őrnek felmondanak az önkormányzatok. Békés megye, nincs központi pénz a település őrökre.
A két egyházi településőrök nem csak rabló mesét lepleztek le, de a rendőrökkel közösen fogtak tolvajokat, kukoricásban bujkáló etióp határsértőt, és megmentették a sineken álló öngyilkos elöltet is. A lakosság rökönyödött meg legjobban, hogy megszűnik, summázta az egyik polgármester. Vas megyében kivigyáz a falvakra, nincsenek már településőrök. Fejér megyében a településőrség vége. Minden választási kampányban majd később is számos, a közbiztonság javítását célzó ígéret hangzik el politikusok szájából. Mint tudjuk, a megvalósítás már egészen másik dimenzió. Tény, a bő két éve meghirdetett településőr program tapasztalatai jók voltak, és az általunk megkérdezett polgármesterek mind sajnálják a pályázat végét, mert ez nem politikai kérdés. És itt szeretnék még egy idézni egy polgármestertől, Mány polgármesterétől, aki a következőket mondta. Még decemberben megelőlegezték a helyi képviselők a civil őrzők januári és februári bérét, árulta el Ugron Zoltán polgármester. Mányon ugyanis szinte megszűnt a bűnözés, amióta a településőri rendszert felállították. Ezt vette most el a kormány egyetlen egy mozdulattal. 2,5 milliárd forintnyi költségvetési pénz megspórolásával 2,5 ezer embertől vették rá a lehetőséget, a saját településük életéért dolgozhassanak, saját településük közbiztonságát fenntarthassák. Mindezzel együtt, ami a rendőrségen belüli feszültséget jelent, és nyilvánvalóan ez testesedik meg ebbe a döntésbe, és tudniillik, hogy az elitnek minden jár, a végeken lévő embereknek pedig semmi. Szeretném a Magyar Szocialista Párt nevében felszólítani a kormányt, hogy az akkori két hét alatt rendet teszünk szlogenjébe kapaszkodva, akkor most itt van a lehetősége. Azonnali hatállyal, legkésőbb két héten belül, ha valóban a védelem jogának biztosítása nem pénz, hanem akarat és szándék kérdése, teremtse meg az anyagi feltételeit, és azonnali hatállyal állítsa vissza a településőri programot az országban mindaddig, amíg választási ígéretének megfelelően minden egyes településre kiképzett rendőrt nem tud állítani, hiszen nem kevesebbet hallottunk a választási kampányba, mint hogy minden településen rendőr lesz. Ennek a nyomait nem látjuk, amíg 2500 embert kivontak a közbiztonság területéről, addig összesen 900 új rendőrt iskoláztak most be, akikből még hónapokon, akár éveken belül sem lesz felhasználható, bevethető erő, pláne nem ezeken a kis településeken. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Bármilyen kérdés van, nagyon szívesen válaszolok. Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. További szép napot.